akkor így a hatodik nap reggelén megyünk befele valami település felé, ha jól látom. Tényleg egy boltot kell keresnünk, ahol vásárolni tudunk. Laci, el szeretnék költeni az összes maradék lekét, ne vigyük már át a határon. Igazából én már elköltöttem, tehát ezzel gondom nincsen. De úton vagyunk Shkodra felé és az Albán-Montenegró határ felé. Hát ezt a délelőtt folyamán el fogjuk érni, és aztán megyünk tovább Podgorica felé egy kis kitérővel. Átkelünk a tengerpartot és a Shkodra-tavat elválasztó hegyen, és megnézzük a Shkodra-tavat is a másik oldalról. Az éjszakát ilyen útszéli motelban töltöttük. Lényeg az, hogy volt tiszta szoba, meleg víz, meg fasz a vacsora. És akkor egy kis lezsai forgatag. Most megyünk gyakorlatilag a belváros felé, és próbálunk eljutni Shkodra irányába. Ott fönt a dombtetőn egyébként valami vár van. Hát oda most nem tekerünk föl megnézni. És az volt, hogy itt a körforgalomba, majd balra, bazd meg. Hopp, a rendőr már valamit dudál, vagy sípol inkább, bocsánat. Itt is olyan tiszta káosz a közlekedés, mint Shkodrába. Hát ez a város sem egy élményszám, az az igazság. Hát akkor ez volt Lezsa. Igaz, hogy csak egy kis részét lehetett látni, de szerintem többet nem is kell belőle. Esetleg ott odafönt az a vár, az érdekes lehet. Megálltunk viszonylag egy nagyobb boltnál, ahol a Laci vásárolni szeretett volna. Kenyeret nem kapott. Kurva érdekes ebben az országban, hogy eddig akárhány boltban bent voltunk, sehol nem lehetett PK-rút kapni. Na most, aki Magyarországon él, az nagyon jól tudja, hogy Magyarországon kurva sok albán pékség van. Tele vagyunk albán pékségekkel. Itt eddig az elmúlt 5 napban egy darabot nem találtunk. Ez lehet, hogy azért van, mert az összes ott dolgozik nálunk, nem tudom. Őj, itt mellettünk micsoda jó kis mosógépes lomis. Na szóval, tehát se pékárút nem találtunk eddig a boltokban, se pékségeket nem találtunk. Úgyhogy ez teljesen meglepő. Pont az albánoktól, akikről ugye tudjuk, hogy nálunk odahaza rengeteg pékséget üzemeltetnek. És így, ahogy elhagytuk a várost, most már egy ilyen folyóvölgyben tekerünk. Balra tőlünk egy ilyen kisebb hegyecske. Előttünk meg egy nagyobb. Jó pár nappal ezelőtt annak a hegynek az oldalába kezdtünk el felkapaszkodni a hegyek közé. Lassan-lassan el is érjük azt az utat,
ahol lefordultunk ugyanerről az útról, hiszen ugyanezen az úton jöttünk pár nappal ezelőtt Shkodra irányából. Na, még mindig az SH1-es főúton tekerünk Shkodra irányába. Gyakorlatilag az egész túránk alatt ez az egyetlen egy sík terület, ahol biciklizünk. Meg tegnap volt egy kicsi, ahogy lejöttünk a hegyekből, az A1-es főúton. De amilyen a mi szerencsénk, hiába sík terület, mindenhol szembe fúj a szél. És nem is gyengén. Úgyhogy azért ez is veszi ki az erőnket rendesen. A forgalom az kurva nagy, továbbra is. Ez nem egy kellemes út. De mindegy, ezen az SH1-es főúton túl kell esnünk, és kész. Utána megyünk vissza a Montenegrói hegyekbe, mellékutakra. Úgy nézem, hogy közeledünk ahhoz a kereszteződéshez, ahol a második napunkon lefordultunk erről az útról. Így van. Most érjük el azt a kereszteződést, ahol a második nap lefordultunk a hegyek felé. Puké! Az volt a mi egyik útirányunk. És itt meg is állok egy picit, bevárom Lacit. Ne hagyjuk el nagyon egymást. Szépen lassan elérjük Shkodrát. Ott a távolban már feltűnt az a hegy, amin vannak azok a tornyok. Remélem, hogy látszik is. Az ott már Montenegró. A mai nap folyamán az lesz az egyetlen hegyünk, ahova föl kell menni. Igazándiból, amikor még ezt a túrát megterveztük, a túratervben benne volt, hogy egy tengerparti fürdőzés lesz Montenegróban. De hát ezt most kihagyjuk. Azért eléggé szar idők voltak az elmúlt napokban, hetekben. A tenger az biztos, hogy hideg még. Egyáltalán nincs értelme lemenni a tengerpartra. Úgyhogy azt a mellékutat választottuk, ami fölvisz arra a hegyre, ahol azok a tornyok vannak, és akkor majd a hegynek a másik oldalán megyünk végig, gyakorlatilag a Shkodra tó mellett. Így végig vezet egy út a hegy oldalban, ami, ha jól tudom, egyfajta panoráma út is, végig le lehet látni a Shkodra tóra. Persze ugye ez már a montenegrói része lesz. Hát elég nagy a forgalom. Igazából pont azt beszélgettük Lacival egy pár perce, hogy ahhoz képest, hogy mennyire szarul és katasztrofálisan közlekednek, én nem mondanám azt, hogy veszélyes. Hát azért az eddigi útunk során nem igazán éreztem azt, hogy a közlekedés miatt veszélyben lennék, vagy valami hasonló. És ott szemben a távolban feltűnt a rozafa erőd, ahova pár nappal ezelőtt fölmentünk és körülnéztünk. Úgyhogy ez most már itt Shkodra. Még igazából nem a város, de Shkodra most már itt van előttünk. Egy karnyújtásnyira. Szembe a hegyünk, ahova föl kell menni. Érdekes, hogy
odafönt, ahol azok a tornyok vannak, az ott Montenegro, de a hegyoldalnak ez a része, ami látható, az tulajdonképpen Albánia. Tehát azok a tornyok ott fönt pont a határon vannak. És valahol ott fogunk elgurulni mellette. Beálltam itt már egy helyi bringás mögé. Ez most már egyértelműen Skodra. Most már picikét közelebb van az erőd. A rozafa erőd. Ó, ez itt menet közben meg ki is fújja az órát előttem. Fantasztikus. Egyébként, amikor pár napja Skodrában tekertünk, meglepően tapasztaltuk, hogy baromi sokan közlekednek kerékpárral. Tehát azért ez a város, ez ilyen igazi helyi kerékpáros város. Hát azért nem egy Hollandia vagy Dánia, de viszont nagyon sokan használják. Gondolom más lehetőségük nincsen. Maga a város sem nagy. Viszont kerékpárral is össze-vissza mennek. Akkor még egyszer a rozafa erőd. Csak hogy meglegyen. Itt mellettem meg bontják a halat. Ott csapkod. Végig az út mellett vannak ilyen halasok. Ilyen kis akváriumokba. Hát, pontosabban nagyobb akváriumokba, de ilyen bolti létesítményekhez képest kisebb akváriumokban. Ilyen 3-4 5-6 darab halat tartanak, különböző fajtákat, ezt többször láttuk így az út mellett. Hát itt azért van hol halat szerezni. Itt folyik össze a Drin, a Buna, hatalmas nagy folyók, nincs messze a tenger, úgyhogy hal az van bőven. Na akkor pucol neki. Hát úgy döntöttem, hogy én ezt a bringást most ott hagyom. Nem követem tovább. Nincs miért. És a hegyünk, ahova ma föl kell menni. És most megyünk át a Drinen, ami valahol ott folyik bele a Bunába. Tehát akkor ez a Drin. Hey, de szar ez az út! És ez a hely már ismerős. Pár napja voltunk már itt. Eladó használt bringák, meg bringa szerviz. Igen, itt tényleg van szükség ilyenre, mert használják. És ott lehet látni, hogy ott árulják a halakat. Ott ilyen teknőkben voltak. Szerintem ezek ilyen friss fogások. Nem tudom, ha hosszabb időt töltenék itt, lehet, hogy vásárolnék így esti grillezéshez. Ott is ott van a túloldat. Ott árulja a faszi a halakat, nem is keveset. Így. Nekem meg erre kell menni. Itt át a Bunán. Hoppá! Papi, ki ne gyere! Ja, és akkor most megyek át a Bunán. Lent meg a vadkocsák, vagy vadludak. Inkább vadludak.
És itt a híd végén bevárom Lacit. El ne tévedjünk, el ne hagyjuk egymást. Hát akkor elhagytuk Shkodrát. Úton vagyunk az albán-montenegrói határ felé. Mellettünk egyébként a Buna folyik. Itt már a Drinnel egybe folyva, vagy egybe állva, nem is tudom, hogy lehet ezt mondani, ugyanis a Drin az a Bunába folyik bele. És minél hamarabb szeretnénk elérni a határt. Hát ez, nem is tudom, hogy térkép alapján egy olyan 8-10 kilométer lehet talán. És akkor onnantól kezdve az már csak Montenegró, föl a hegyre, ami most jelenleg itt van mellettünk. Nem is tudom, hogy meg tudom-e mutatni. Hát oda föl. És aztán onnan irány Podgorica, először mondjuk Virpazsár, Podgorica, majd aztán újra föl a hegyek fölé, újra föl a hegyekbe, és onnan a kiindulási állomásig Plavba. Most nézem, hogy gyakorlatilag kilométerben most állunk a legjobban az eddigi túránk során. Hát 11 óra lesz pár perc múlva, és gyakorlatilag 45 kilométernél járunk. Mondhatjuk azt, hogy ez így eddig egész jó, ugyanis eddig akár melyik napon voltunk, ezt az ilyen 45 kilométeres távolságot mindig olyan fél három felé értük el. Tehát délután fél három felé értük el. Mindig ilyen lemaradásban voltunk. Ó, már megint szarul beszélek. Na mindegy, ez ilyen. De érdekes módon estére mindig elértük a kitűzött célt. Gyakorlatilag ott voltunk mindig, ahol lenni kellett. Én azt gondolom, kilométerben is jók voltunk, tehát ez a 90 és olyan 110 közötti napi kilométerre, ez azért úgy egész jó volt eddigi utunk során. Igaz, hogy így az ötödik nap levágtunk egy kanyart, nem mentünk föl a hegyekbe, ami eredetileg terv volt, de nem bántunk meg. Az, hogy végiggurultunk tegnap az autópályán, az egy jó döntés volt. Hegyekben nagyon sokat szívtunk volna az eső miatt. Nagyon-nagyon nagy esők voltak a tegnapi nap folyamán. Hát volt úgy, hogy másfél órát álltunk, csak azért, mert olyan eső volt, hogy nem voltunk hajlandók tovább menni a benzinkútról. Úgyhogy, hát ez ilyen. Tulajdonképpen ez a hatodik napunk, és eddig most van a legszebb idő. Most van a legszebb időnk, minden nap gyakorlatilag esőben tekertünk, szaridőnk volt. Az első nap az úgy, ahogy még jó volt, de ott is kaptunk esőt, az mondjuk nem volt számottevő, de az összes többi napon viszont igen. Itt egy bunker. Itt meg a másik. Na, akkor haladjunk tovább. Haladunk a montenegrói határ felé. Szemben már feltűntek Montenegró hegyei. Azok a hegyek, amik elválasztják a tengerpartot a belső szárazföldtől. Ezeken a hegyeken mi már egyszer 3 évvel ezelőtt áttekertünk Lacival. Akkor jó pár kilométerrel lejjebb,
Petrovásztól indultunk fel, és ott mentünk át. Gyakorlatilag most a hegynek a legdélebbi részén fogunk átkelni rajta. Úgy tudom, hogy ezen a hegyen, ahol át lehet menni Montenegró belső részébe, Podgorica fele, három hágó út van. Van az, ahol 3 évvel ezelőtt átmentünk. Van egy hágó út, ami Bárból vezet föl, és van ez a harmadik, ami most fogunk átmenni. Tehát gyakorlatilag akkor ennek a hegynek a 3 hágó útjából 2 le fogunk tudni. Egyet már letudtunk, a másodikat meg majd most. Persze, van egy egyszerűbb út is, gyakorlatilag a tengerparton, ami vezet végig főút Montenegróba. Nem is tudom melyik településtől, de valahonnan indul befele Podgorica fele. Ott van egy majd 4 kilométeres alagút, ami átmegy ezen a hegyen. Tehát autóval arra egyszerűbb, de hát viszont biciklizni nem szabad benne. Ki vannak tiltva a bringások. Úgyhogy aki erre jár bringával, annak ez bizony át kell másznia. Ezt, ami itt van előttünk. Akkor elértem a határt. Itt most megvárom Lacit. Kicsit megint lehagytam. És akkor innen megyünk tovább Montenegróba. És itt szemben található a határállomás. Itt hagyjuk el Albániát. Hát nem is tudom, mit mondjak Albániáról. Igazándiból nekem nagyon tetszett, de leginkább mondjuk a környezet, a természeti adottságok, azok, amik igazán felülmúlhatatlanok ebben az országban. Az emberek azok nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, összességében ezt tudom róluk elmondani. A szocializációs viselkedésük, vagy hozzáállásuk, hát azt nem tudom, tehát az azért Európától elmarad. Viszont ahogy viselkednek, ahogy az emberekhez, az idegenekhez hozzáállnak, azért sok mindent felülmúl. Egyetlen egy olyan hely volt, ahol azt gondoltam, hogy hát na, ez az az igazi albán környezet, amit mi otthon gondolunk így pejoratívan. Hát ez Bajram-Czuri volt, ez a tropolyai térség, ahonnan a 3. napunkról leérkeztünk. Tehát ez a Firza, Bajram-Czuri, ez a vidék, ez tényleg borzalmas volt. Ott az emberek is olyanok voltak, hogy hát nem tudom, mit mondjak rájuk, tehát feleslegesek. Tehát az egész létükön feleslegesek. Nem voltak se kedvesek, se aranyosak, se tisztelettudóak. Az az igazi bunkószar alakok voltak. De hát ez csak egy kis része annak, amit láttunk. Az összes többéjén azt kell mondjam, hogy én az albánok viselkedésével, az emberi hozzáállással én nagyon-nagyon meg vagyok elégedve. Hát az meg, hogy milyen környezetben élnek, és milyen körülmények között, vagy hogy mit tesznek ezért, ez megint egy más kérdés. Akkor innen irány Montenegró, és irány föl a hegyek. Valahol ott fog vezetni fölfele az utunk, azon a részen. Akkor most már újra Montenegróban vagyunk. Innen már csak meg kell keresni azt az utat, ami fölvezet a hegyre. A határátkelés az viszonylag gyorsan zajlott. Hát mondjuk álltunk egy 5 percet, várakoztunk, nem csináltak semmit. Majd aztán kijött egy albán rendőr, összeszedett egy rakás útlevelet. Tőlünk is volt egy motoros banda, azoktól is bement, és pikpak átengedtek mindenkit.
gyakorlatilag egybe volt az albán-montenegrói határ. Annyi volt, hogy az albán rendőr egy kis ablakon átadta a montenegrói határőrnek az útlevelünket. És így ennyi volt. És egy kis montenegrói életkép. Gyerünk, gyerünk kicsit lefele. Ez az. Jaj, ez a hegy, ez még mindig kurva nagy. Pedig egyszer már átbicikliztem rajta. Most meg lesz még egyszer. Ott azon a részen. Háj. Nem lesz kellemes. Viszont úgy tudom, hogy az útnak a nagy része az egy rendes panoráma út. Úgyhogy ez legalább jó lesz benne, hogy lesz kilátás. De egyébként a másik hágóút is, amin Petrovácból 3 éve átmentünk rajta, az is egy egész látványos út volt. Az is szó szerint egy panoráma út volt. Nagyon tetszett. De akkor is úgy voltunk, hogy így délután ugortunk neki a hegymászásnak, és el is voltunk már fáradva. Ráadásul akkor kifejezetten nyári időjárás volt. Volt vagy 40 fok. Hát most sincs jobb idő, mert 30 fok van. Eddig tényleg ez a legmelegebb napunk. Tényleg most van a legszebb időnk, legtisztább időnk az út során. Eddig, amit megtettünk. Nem baj, most már ennek is el kellett jönnie. Ezt is kiérdemeltük. A tengerparti fürdőzés az kimarad. Nem fogunk lemenni a tengerpartra. Nincs is nagyon értelme. Még odahaza nézegettem az időjárást, meg a vízhőmérsékleteket. Gyakorlatilag az Adriai tenger jó, ha 19 fokot eléri. És azóta se volt jobb idő, amióta eljöttünk otthonról. Akkor még egyszer a hegyecskénk. És akkor tovább. Na hát most már rajta vagyunk a hegyre vezető úton. Bár innen igazándiból még nem kezdtük meg a tényleges mászást. Most még itt átgurulunk ezen a kisebb völgyszerűségen, és utána indulunk föl a hegyekbe. Hát ez gyakorlatilag egy pár perc. Itt lenne a főúton megálltunk ajánlni. Egy órát elcsesztünk. Levest főztünk, konzervet melegítettünk, meg ilyenek. Szépen megebédeltünk. Meg volt a sarkon egy benzinkút, ahol bevásároltunk. Feltöltöttük a készleteinket folyadékkal leginkább. Hogy azért a hegyen legyen mit inni. És akkor oda fogunk fölmenni. Hát ezen kell átmászni. Megkezdtük a tényleges hegymászást fölfele. Nem gyengén kezd. 7-8%. Néha megugrik 9-re is. És mindezt 32 fokban. Végig süt a nap minket. Ez az első napunk, hogy ténylegesen jó időnk van. És ezt így meg is kaptuk a hegyre menet fölfelé. És egyszerűen fantasztikus, ahogy kinyílt a táj előttünk. Ez tényleg egy panorámaút. Egyszerűen nagyon szép. Azok ott az albán hegyek.
végig Albánia, messze a távolban látszik a tenger. Hát most éppen eltakarják a bokrok, a fák. De föntebb azért még jobb lesz. Itt most egy kicsit lazább lett az út. Megint egy kis panoráma. Hát... az a helyzet, hogy bezavarnak ezek a bokrok. Nem tudom, hogy a felvételen ez milyen lesz. De azért lehet látni. Hú, hát sok van még fölfele. Az ilyet szeretem, amikor az ember megy fölfele a hegyre, és van kilátás. Hú. Megálltam már egy picikét, ugyanis végre van kilátás. Gyakorlatilag itt ez a táj az, ahol délelőtt tekertünk. Itt jöttünk végig. És ide fogunk fölmenni. Valahol ott messze, nagyon-nagyon messze még a tengert is lehet látni. Igazándiból az ott már Albánia. Tehát ez a rész, ez Montenegró. Azok a hegyek ott Albániához tartoznak. És hát nem tudom, mennyire fog látszani, de van egy ilyen világosabb csík, ilyen vízcsík, az gyakorlatilag a Buna, ahol halad le a tenger felé, és mögötte van egy kis dombság, és utána ott meg már viszont az Adriai tenger van. Hát, remélem látszani fog a felvételen. Én most innen a kis képernyőn gyakorlatilag nem igazán látom. Ez majd otthon kiderül, hogy jó lett-e vagy nem. Továbbra is fölfele a hegynek, bár itt most volt egy kis visszagurulásunk. A panoráma az változatlanul pazar. Állj. Itt most egy kicsit rosszabb lett az út. Eddig nagyon fasz aszfalton haladtunk. Ez most egy picikét szarabb lett. Remélem azért valami látszik a felvételen. Oda kéne följutnunk. Szembe ott a hegygerinc mögött feltűnt már a két adótorony. Hát az a csúcs, az a végcélunk. Itt meg még azért jócskán fölfele kell menni. Viszont ez egy igazi fasz a kis hegyi út. Alattunk hatalmas mélység, és a panoráma. Majd jön egy autó mögöttem. Na szóval akkor még egyszer odalent az albán síkság, ahol átjöttünk délelőtt. Ó. Nagyon fasza ez az út, nagyon tetszik, szeretem az ilyet. Egy gyors utolsó
panoráma, mielőtt elérném a hegy tetejét. Hú, ez van itt alattunk. Ez a mélység. Majdnem 500 méter. Ez a rész még itt Montenegro. Ott a távolban, ahol hát megpróbálok rá közelíteni, remélem jól csinálom. Igazság szerint ezt most már csak így érzésből, mert alig látom, hogy mit mutat a kis képernyő. Tehát ott, ahol a folyó van, gyakorlatilag az a határ. Az innenső oldal az Montenegro, a túloldal az pedig már Albánia. Gyorsan még ezt a pár méterecskét legyűröm, és a túloldalon már gurulás lesz lefelé. Hű. És akkor meg is érkeztem a tetejére. Innen fog az út visszafordulni a hegy másik oldalán. Ennek a hegynek a folytatása ott meg már viszont Albánia. Van érdekesen van itt a határ, tehát gyakorlatilag ez a teteje. És itt akkor vannak helyi bringások is, valószínűleg, és egy hatalmas panoráma. És akkor megérkeztem. Na és akkor egy gyors felvétel, hol is vagyunk. Hát itt vagyunk a hegytetőn, ez valami átjátszó adótorony. És gyakorlatilag ugye ez a rész, ahol most tekertünk föl. Ez a montenegrói rész. Ugye ott a folyó túloldalán, sőt itt a hegytől 100 méterre már Albánia van. Hát valahogy a határ azért érdekesen húzódhat, mert az ott már ott gyakorlatilag 150 méterre Albánia. Itt volt egy tábla, ahol ki volt rakva, hogy arrafele 150 méterre az már Albánia, és akkor ott a folyó vonalában valahol ott húzódhat a határ. És ha erre eljövünk, akkor ez meg már a hegynek a másik oldala, és ott meg a Skodrató látható. Majd mindjárt oda is elmegyek, csak először fel akarok ide caplatni, megnézni, hogy mi van itt. Jaj! Azért a lépcsőzés az nem olyan jól esik most. Megnézzük, mi van itt fönt. Jaj! Na. De gyakorlatilag ugyanazt lehet látni, mint oda lentről. És akkor nézzük meg a Skodratót Albánia felől is. Igazából innen azért olyan érdekes, mert innen gyakorlatilag szinte az egész tavat be lehet látni. Ugye az első napunk alkalmával ott tekertünk a Skodrató mellett, amit ugye nem nagyon tudtunk látni, viszont egy mellette lévő kempingben töltöttük az éjszakát. Hát akkor a Skodrató teljes egészébe. A túloldal természetesen Albánia. És az szerintem ott, a távolban, itt a hegy mögött, az a település, az ott Skodra. Ugye ott voltunk a mai nap folyamán,
de csak a szélén, és a második napunkkor ugye teljes egészében átbicikliztünk mellette. A kempingünk az viszont valahol, hát valahol úgy abban a térségben lehetett, ahol az első éjszakát töltöttük Albániába. És itt ennek a hegynek az oldalába fogunk szépen végig gurulni kerékpárra. Hát, ahogy elnézem, lesznek itt még lefölmenetelek. Nem teljesen lesz ez leányálom. Persze ezt még azért a térképen meg kell néznem, hogy mennyire lesznek szintek lefele meg fölfele. De fantasztikus a látvány. Akkor előkerült a jó minőségű aszfalt. Végre megint tükör aszfalton. A helyzet az, hogy gyakorlatilag egészen eddigi utunk során nem is tekertünk szarúton. Tehát a legszarabb út, amint tekertünk, az így most ezen a hegyen volt, ez a pár kilométer régi útszakasz, és így ennyi. Albániában volt talán egy-egy kilométernyi útszakasz, ahol nem volt aszfaltút, ott is csak azért, mert valószínűleg elmosta a hegy, vagy valamilyen időjárási körülményeknek köszönhetően vissza kellett bontani, de így ennyi. De mindenütt teljesen jó út volt. Itt is gyakorlatilag most teljesen tükör aszfalton gurulok lefelé. Jelenleg végig itt a hegy oldalba tekerünk, hol le, hol föl, egy ilyen elég szűk úton. Az út minősége se a legjobb, de ez teljesen megfelel most nekünk. Ennek a hegynek a túloldalán van a Skodrató, és itt balra tőlünk az a hegy, ahol átjöttünk. Hú, az előbb megálltunk egy konobánál, sört akartunk inni, ittunk is kettőt. De volt egy helyi faszi, aki bejött oda és rendelt egy pizzát. Akkor megláttuk és megéreztük az illatát, mi is azonnal rendeltünk egyet. Nagyon-nagyon jó pizzájuk volt. Kapkodom a levegőt, hát 7%-kal emelkedik ez itt most.
Szóval az a lényeg, hogy abban a konobában is eltöltöttünk egy kis időt, de most már nem kapkodunk, nem sietünk. Jelenleg 82 kilométernél járunk, és 5 óra lesz 5 perc múlva, úgyhogy időben teljesen jók vagyunk. És ez a környezet, ami körbevesz minket. És igen, innen már határozottan megint fölfelé kell menni. Nem sokat, egy olyan jó 170-200 méter szintet kell emelkedni. Alattunk lent települések mindenfelé. Arról jöttünk, és oda tartunk. Hú! Hát onnan lentről jöttünk fölfelé eddig, és haladunk tovább arra föl. Itt valahol a nyakba kéne átbuknia ennek az útnak. Ez megint ugyanaz, hogy mi a francia nem vezették el ezt az utat a Skodra tó mellett egészen Virpazsárig. Ó, ez tény is való, hogy szép az a környezet. De ez most így a nap végére. Hát lehet kihagytam volna. Á, nem, a francokat. Nem, megéri ez. Eszméletlen ez a hely, ahol tekerni kell. Azt tudnám, hogy ténylegesen hol kell átmenni. Itt ilyen falak vannak építve kőből. Nem tudom, hogy miért. Én arra tippelek, hogy a birkák ne menjenek le. Valószínűleg őket akarják védeni, vagy egyfajta módon terelni ezekkel a kőfalakkal. Más nem tudok elképzelni. Hú. Hopp. Jön egy autó. Hát úgy néz ki, hogy akkor innen már lefele megyünk. Persze nem sokat, csak egy olyan 200-250 métert fogunk veszíteni a szintünkből. Itt meg tehenek legelésznek mellettem. Meg előttem is ott egy boci. Na szóval, hát innen egy kicsit megint legurulunk, aztán majd megint vissza kell mászni szinte ugyanezt a szintet. És csak utána fogunk legurulni Virpazsárba. Ez egy ilyen kellemes délutáni program így fél hat felé. Hát így ez van. Jaj. Ó, de magasak ezek a hegyek. Pedig egyszer ezen már átbicikliztünk. Ráadásul ezeknek a hegyeknek a magasabbik részén, nem itt, hanem jó pár kilométerrel arrébb, akkor Virpazsárba érkeztünk meg gurulás után. Hát most is oda tartunk, csak most egészen más úton. Viszont nekem tényleg nagyon tetszik ez az út. Hangulatos. Autó se nagyon van már azóta a város után, vagy falu után, nem is tudom mi az, ahol söröztünk és pizzát ettünk. Úgyhogy teljesen nyugisan lehet haladni. Na és akkor innen fentről megint a Skodra tó.
találtunk egy ilyen kiépített kilátót. Megpróbálok ráközelíteni, ott a távolban ott van az a hegy, ahonnan elindultunk lefele. Tulajdonképpen még nem is értünk le. Az ott szemben Shkodra, Albániában. És túloldalt Albánia hegyei. Visszatértünk a Shkodra tó mellé. Most itt gurulunk lefelé. Közvetlenül mellette. Hát úgy közvetlenül mellette, hogy a tó az itt van alattunk. Pár száz méterrel lejjebb. De egyszerűen fantasztikus a kilátás. Fantasztikus a panoráma. És itt vannak a csacsikák. Itt legelésznek szépen. Szevasztok, hegyi szamarak! Hirtelen elkezdtünk nagyon lefele gurulni. Hoppá. Remélem, hogy innen már tényleg csak lefelé megyünk. És nem lesz már fölfelé. Mellettünk látható még a Shkodra tó. Remélem látszik. Hát tulajdonképpen innen begurulunk Virpazsárba, megpróbálunk valami olcsó szállást keríteni. Aztán, hogyha nem lesz, akkor nézzünk valami fasz a kis vadkempinget. Vadkempinget? Hát egy jó kis vadkempingező helyet. Valahova becuccolunk, besunnyogunk. Az eső most nem esik, szép az idő, fasz a minden. Az első alkalom a túránk során, ahol tényleg lehetőségünk van arra, hogy vadkempingezzünk.
és még mindig van egy emelkedőnk Virpazsár előtt. Ezen a picike kis hegyecskén még át kell menni. Nem is az a baj, hanem az, hogy elbasztuk az időt. Ki volt írva egy helyen, hogy camping. Hát nem volt túl bizalomgerjesztő már eleve az, ahogy hirdette magát azokkal a táblákkal, de azért csak megnéztük. Gyakorlatilag a nő az 5 eurót kért volna a semmiért. Megengedte volna, hogy 5 euróért fölverjük a sátrat a kertjébe, de se fürdőszoba, se budi, se semmi. Hát ezt így kihagytuk. Volt egy hely, ahol szobákat lehetett bérelni, az egész jó helynek tűnt, viszont nagyon sokat kértek érte, abban nem mentünk bele. Úgyhogy megyünk tovább Virpazsárba. Hát mondjuk, ha nem lettek volna ezek a kis intermezzók a történetben, akkor már előrébb lennénk, sőt ott lennénk Virpazsárba. Na most jön itt mögöttem egy autó. Én ezt most nem szeretném elengedni egészen addig, amíg a korláthoz nem érek, mert nem akarok leborulni, ha esetleg rám húzza. Na jó, most gyere, Jóska, gyere! Ez az. Hoppá! És az a csúcsforgalom lett itt hirtelen. Hát ezt még itt legyűrjük, legurulunk Virpazsárba, és meglátjuk, hogy ott mi lesz.